keleti elkerülő út három ütemből épül meg. Ugye az első kettő ütem elkészült a korábbi években, ott a harmadik ütem kivitelezéséhez érkeztünk. A harmadik ütem az egyes számú főutat köti össze a 14-es számú Vámosszabadi felé tartó főúttal. Ez egy 5,2 kilométeres szakasz, és ez a szakasz tartalmaz egy új Dunahidat. Ennek a Dunahídnek a szerkezetének az építése zajlik éppen most a háttérben. Hogyha ez a híd a jövő év, azaz 2018 első fél évében elkészül és átadásra kerül, illetve természetesen az út is, ez azt fogja jelenteni, hogy akik az alsó-szigetközi falvakban laknak, vagy Győrnek a Bácsa Léfalú Kisbajcs Nagybajcs térségében, sokkal gyorsabban tudnak gyakorlatilag a belváros érintése nélkül a győri ipari parkba vagy Budapest irányába közlekedni. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a most még túlterhelt Széchenyi híd, ami ugye az Árkád körforgalomtól Léphaluig tart, tehermentesítésre kerül, sokkal gyorsabban, por és zajmentesen tudunk közlekedni. Tudni kell azt, hogy a híd teljes hossza 395 méter, és tulajdonképpen Mederhíd szakaszról és Ártéri híd szakaszokról beszélhetünk. A Mederhíd szakasz az 180 méter, és egy úgynevezett kosaras hídhíd kerül e fölé. Ez hasonlít egyébként a Dunaújvárosi hídra szerkezetében, egy rendkívül impozáns, elsősorban acél szerkezetből. És az érdekesség az pedig annyi, hogy igazából itt a mögöttünk lévő területen ez gyakorlatilag szerkezetkész állapotba kerül, és szeptember közepén kerül betolásra a Meder fölé, és ezt követően pedig a további munkálatok következnek. Ami érdekes lehet, hogy nyilván nem csak bennünket érdekel ez a beruházás, vagy ennek a részletei, mások is érdeklődnek, győriek, győrkörnyékiek a hídépítés kapcsán, és éppen ezen információkat fogják majd itt a szakemberek átadni az alattunk, illetve mellettünk található látogató központba, ahova be lehet jelentkezni, ugyanakkor Facebook oldalon is lehet követni az eseményeket.